Nem úgy, mint tegnap, ma sportolni fogunk. Kisolnál nem tudtunk, mert úgy érkezett, viszont itt van velünk Cani Krisztián és Dorka. Nem tudom, milyen gyakorlatokat hoztatok hozzánk, de a lényeg az, hogy szeretnénk nagyon jó formába kerülni a nézőinkkel egyetemben. Erre ez a 10 perc szerintem kevés lesz, de hoztunk nektek különböző... meg tudjuk mutatni, hogy mi szükséges ahhoz, hogy formába hozzuk magunkat. Mi az, amit hoztál, súlyzó? Tulajdonképpen hoztunk kézi súlyzót, bokasúlyt, meg gumikötelet. Ezekkel az eszközökkel otthoni körülmények között tökéletesen meg tudjuk dolgoztatni. Krisztián, az a kérdés, hogy a bokasúlyt azt lehet használni mondjuk csuklóra is? Szokták, én speciál konkrétan annyira, van csukló súly is, kisebb méretű, de én speciál azt annyira nem ajánlom. Az ízületek kímélése érdekében én inkább a bokasúlyt szoktam használni, de elsősorban ugye konditeremben dolgozunk, ott a gépekkel és szabadsúlyokkal szoktunk hatékonyan dolgozni, de kiegészítésképpen szoktunk használni gumikötelet és bokasúlyt is, ezek elsősorban otthoni körülményekre alkalmasak. És a Dorkával mutassunk be egy-két gyakorlatot, mondjuk a gumikötéllel. Igen. Mondjuk én nagyon szívesen hallgatlak téged, Krisztián, de Dorkát sokkal szívesebben látnám, ahogy mozog. Gondolom, igen. Én viszont akkor közben megkérdezném azt is, hogyha mondjuk említetted, hogy a konditeremben milyen súlyokkal dolgozok, hogyha valaki nem jár konditerembe, akkor mire kell figyelni mondjuk egy ilyen bokasúlynál, hogy mi az a tömeg, amivel dolgozom. Ugye itt szokott lenni fél kilós, egy kilós, igen, másfél kilós, ezt mondjuk a másfél kilósat egy kezdő is használhatja? Olyan nagyon nagy tömeget itt azért nem lehet alkalmazni. Hiszen a Dorkát kezdjük mozgatni egyszerűen. Jó, csak közben. Közben, mert Dorka, lépjél rá, közben a nézők lábbal, enyhe terpeszben, és oldalemeléseket hajtsunk végre. Dorka nagyon szépen tudja végrehajtani, a gyakorlat lényeg az, hogy oldalemelés a könyököt a váll magasságába emeli. Visszatérve az előző kérdésre, ugye a bokasúlyból különböző súlyok vannak, egy másfél kilósat egy kezdő és egy haladó is tud használni. Ez egy kisebb méretnek számít, van ettől azért valamivel nagyobb is, de olyan túl nagy terhelést tulajdonképpen a bokasúlynál azért nem lehet, mert ezt az embernek a lábára kell ráerősíteni, tehát túl nagy súlyt nem tudunk alkalmazni. Van itt nekünk egy nagyon kedves segítségünk, Niki, gyere csak ide egy pillanatra, hogy szeretném bemutatni neked is és a nézőknek is. Niki az egyik olyan kollégánk, aki rendszeresen, képzeld el, hogy bokasúlyjal szokott egész nap dolgozni a Mokkában és a Fem 3 Caféban is, mert ha nincs ideje sportolni, így van? Igen. Mert ha nincs ideje sportolni, akkor az egész délután ezt a 4,5 órát, 5 órát, itt 6 órát úgy járja végig, hogy bokasúly van a lábán. Hát ez egy többlet súlyt jelent, ez egy picit jobb. Számít egyébként szerinted az is, hogyha mindenféleképpen mondjuk... én viszont egész napra ezt nem ajánlom, ezt kimondottan csak edzéshez ajánlom. Effektíve egész nap ebben járkálni, jönni, menni, fellépni ide, oda, amoda, ez nem biztos, hogy ízület kímélő, és ez nem biztos, hogy ez egy plusz. Nagyon bírja, figyelj, iszonyatosan. Tehát ugye az edzés is ugye egy viszonylagosan rövid időtartamot kell, hogy jelentsen. Egy másfél, maximum két órán belül le kell ugye edzeni, de egész nap azért ez azért szerintem egy plusz teher, meg plusz súlya. Dorkánál, amit bocsánat, láthatunk ugye ezt a gumikötelet, itt is vannak ugye különböző differenciák, ugye, hogy ez most egy milyen fokozatú, ez egy könnyebb vagy egy... A piros az egy közepes fokozat, van ettől gyengébb, mondjuk egy B-színű, és van mondjuk egy erősebb, egy lila és egy fekete. Ez egy közepes erőségű gumikötél. Most mutattunk vele felsőtest gyakorlatot, esetleg egy karhajlítást is ugye beiktathat Dorka, hogy párhuzamosan vezetjük a két kart egymás mellett, de lehet vele farizomra is dolgozni, úgyhogy a Dorka mondjuk leereszkedik ide a szőnyegre, és be kell tenni a lábadhoz ugye a fogantyút, ügyesen. Hogyha otthon elvégezzük ezeket a gyakorlatokat, a gumikötél és a bokasúly segítségével, akkor hátra, Dorka. Hány percre van szükségünk az otthoni edzés tekintetében? Hát először is ugye bemelegítéssel kezdődik az edzés. Ugye keringésfokozás, egy kis helybenjárás, karkörzés, vágkörzés, törzsfolytás, törzsdöntés, és utána elkezdhetjük ugye a gyakorlatokat a nagyobb izomcsoportoktól a kisebb izomcsoportok felé haladva. Mondjuk ezt a gyakorlatot például lehetne akkor bokasúlyjal is végezni. Ezt a gyakorlatot bokasúlyjal, gyakorlatilag nem a kirúgást, de lábelemeléseket kézi súlyzóval is végre tudunk hajtani, és ez a gyakorlat ugye bokasúlyjal is végre. Nézzük meg akkor a bokasúlyt, egyszeres Krisztián, jó? Hogy azt, jó, hogyha azt ugyanezt a gyakorlatot meg szeretnétek. Azt viszonylag akkor... kevésszer látja szerintem a nézők, hogy ezt hogyan kell használni. Akkor ezt zárazzuk a Dorkának a lábára, viszonylagosan egyszerű. Ugye beszéltünk a bokasúlynak a nehézségéről, tömegéről, ugye fél kilótól másfél kilóig, két kilóig vannak ezek a súlyok? Ez most másfél kilogrammos. Ez másfél kilós, igen, van kettő fél. Valaki mondjuk, aki most kezdi mondjuk az otthon edzést, és a konditerem is kimaradt az életéből, az mondjuk egy fél kilóssal kezdje el a bokasúly? Elkezdheti először súly nélkül, aztán hogy azért legyenek fokozatok, utána legyen egy... Nehéz ezeket, Dorka?
nem különösebben. Itt maga a gyakorlat lényege az izoláció, rá kell feszíteni, meg kell tartani egy pillanatra, két másodperc az adott testhelyzetben. És akkor itt most a popsi és a hajlító dolgozik? Elsősorban a farizom, farizom dolgozik, de dolgozhat a combhajlító is, mikor a dorka kinyújtja a lábát. Én úgy látom, hogy a hajlítója is dolgozik. Most már igen. Itt dolgozik a combhajlító. Uh-huh. Akkor azt mondod, hogy inkább arra figyeljünk, hogy ki is tartsuk ezeket a gyakorlatokat. Mindenféleképpen izoláton kell dolgozni, tehát ezeket a gyakorlatokat nem szabad lendületbe. Valaki ugye, igen, ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy tévhit, ugye minél többet csinál gyorsabban, akkor az hatékonyabb. Tehát akkor... Ez így ebben a formában tévhit, tehát az is, hogy sok, az is relatíve, ez ugyanolyan, mint a súly is, tehát valamilyen terhelést az izomnak adni kell, tehát a súlyoktól sem kell azért megérni. Ha már viszont a súlyokról beszélünk, használjuk a súlyokat is, mert nagyon sok garázsban én például látok súlyzókat, amit soha semmire nem használnak azok, akik megvásárolták. És csináljunk mondjuk keresztbeengedést. Keresztbeengedést. Ezt én is szoktam csinálni. Parizom gyakorlat. 4-500-at. Ez hány kilós kézi súlyzó? Ez 3 kilós kézi súlyzó. Egy átlagos kézi súlyzó, hogy a hölgyeknek maga a farizom formálására. Mehetünk följebb is 4-5, esetleg 6 vagy 7 kilóval is. De ez egy átlagos súly, amit tulajdonképpen gyakorlatilag bárki végre tud hajtani. 2 kilóval érdemes mondjuk kezdeni, de 2 és 3 kiló között ugye 1 kiló súlykülönbség az nem olyan számottevő. Csináltál ilyet valaha életedben? Nekem van boka súlyom, én sokat nem. Ilyet csináltál valaha? Hogy ne csináltam? Igen? Persze ez egy nagyon hatékony gyakorlat. Igen, és lehet oldalra is dorka, mikor oldalra emeled a lábot, és a külső csípő. Ez már azért nehezebb. Én általában mondjuk feladtam, mert nekem ez mindig kiesett így a lábunk közé, és én anélkül csináltam. Hát, azért nagyon nagy szorítani és feszíteni kell a súlyt, mert akkor ugye más izmokat is beiktatsz, és az adott izomtól elveszed a terhelést bizonyos százalékban, hanem ugye ennek is van egy technikája, rá kell hajítani a lábadat, és ebben a bizonyos helyzetben kell tartanod. A legnagyobb probléma az szokott lenni, hogy az ember lazít rajta, vagy feszíti, vagy lazítja. Körülbelül mennyit kell belőle csinálni ebből a gyakorlatból? Azt tudjuk, hogy Krisztián körülbelül 400-500. Én annyit szoktam keddenként csinálni. De hogyha mondjuk egy átlagembert nézzük. 30-as ismétlésszámmal szoktunk dolgozni, és akkor hát van a függvényében 3-4 sorozatban, attól függvényében, annak függvényében, hogy kinek milyenek a genetikai adottságai, és mit szeretnénk elérni. Mik a céljai. Én komolyan mondom, újra kezdeném, én személyedző lennék. Igazából csak beszélnek, csinos hölgyek társaságában vannak. Hát szerintem neked nincs annyira rossz dolgod, az edzést, de szerintem egy teljesen jó munkafolyamat, én folyamatosan dirigálnak, és még ezért pénzt is kapnak Czani Krisztiánnak és Dorkának. Nagyon köszönjük szépen. Mi is köszönjük, hogy itt lehettünk.